Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Profétai Üzenetek című műsorban. Kecskeméti János vagyok, a rádió szerkesztő műsorvezetője, és külön nagy szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Rezinger János irodalomtörténészt, proféciakutatót, kutató, teológiai tanárt, aki többek között a bibliai proféciák korunkról, merre tart a világ, Dániel és jelenések könyve című könyveknek a szerzője is. Ezeket a könyveket meg lehet vásárolni, hadd mondjam el, az oltalom alapítványnak a honlapján, akit érdekel, meg tudja rendelni. Kedves János, szeretettel köszöntelek ebben a műsorban ismét. Én is köszöntök mindenkit. Előzőleg megbeszéltük, hogy a proféciák mérnöki pontossággal világítanak rá a történelmi események láncolatára. Ma kezdjük meg ezeknek a mélységének a tanulmányozását. Ahogy Dániel proféta fogalmazott, a mély és elrejtett dolgok felszínrehozását. Az Üdvösség története című könyv 118. oldalán találtam egy gondolatot, és ez így szól, a profécia nem egyszerűen előre elmondott történelem, mindig van jelentése, időszerű tanítása a proféta kortársai számára is, jelentése a korszakok során mindinkább világosodik, minden új nemzedéknek új tanítást hoz. Mit is jelentesz, hogy minden, egy, egyáltalán, hogy egyetértesz -e ezzel a gondolattal, hogy minden nemzedéknek új tanítást hoz egy régen elmondott profécia? Tehát ezt úgy kell értelmeznünk, hogy ezeket a proféciákat lehet változtatni, hogy az egyik korban ezt mondta, a másik korban azt mondta, a harmadik korban majd ezt fogja mondani? Nem, ez Alfred Vosé, francia teológusnak a megfogalmazása, aki arra akar utalni ezzel, hogy a proféciák mindig mélyebben és mélyebben mutatják meg tartalmukat. Tehát ez a Dánieli jövendő. Egyszerre nem értik meg a proféciát, csak folyamatosan, és általában egy profécia, egy jövendőlés beteljesedése után döbbennek rá az emberek, hogy mi minden volt abban a proféciában. Említetted az első beszélgetés alkalmával, hogy amikor a proféciákról gondolkodunk, akkor vannak a vázlatproféciák, és vannak a pillanatkép proféciák. Tehát amikor mondjuk a történelmi eseményekről gondolkodunk, akkor a nagy távlatú vázlatproféciákban kell nekünk néznünk a történelmi eseményeket? Hát mindenképpen először az átfogó proféciákhoz kell fordulnunk, mert először a Bibliának is ez a sajátossága, először nagy egészet mutatja meg. Ha, ha látod már a nagy egészet, utána már könnyebben mész bele a részekbe, mintha ezt fordítva csinálnád, hogy, mert akkor a részekben esetleg eltévedsz, vagy, vagy nem tudsz előre haladni, és soha nem jutsz el az egészig. Tehát a Bibliában tíz darab ilyen nagy távlatú jövendőlés van, Dániel könyvében négy, utána a nagy apokaliptikus beszéde Jézusnak három evangéliumban följegyezve, Pál második tesztanonikai levelében a második fejezet, hogy ezt már Calvin is fölfedezte, aki pedig hát nem volt a proféciáknak, és főleg jelenések könyvének nagy barátja, hiszen minden bibliai könyvhöz írt kommentár, de jelenések könyvéhez egyedül nem írt. És a megmaradó négy, nagy vázat profécia az maga jelenések könyve. Ezek bemutatják körülbelül egy 2600-2000 éves hosszmetszetben az emberi történelmet, és ezekhez társulnak azok a pillanatképproféciák, amelyek szinte mind a 66 bibliai könyvben elszórva találhatók beszélgettünk, és megint csak visszaidézek az előző műsorra, ahol nagyon mélyen, nagyon pontosan föltártad, hogy Isten a proféciákon keresztül előre nagyon pontosan, mérnöki pontossága bemutatja számunkra a jövőt. A jövőt nekünk nem jó sokban kell keresnünk, nem csillagászatban, meg stb. stb., most ebben nem akarok nagyon belemenni. A kérdésem az, ha ennyire pontosan benne van a Bibliában a jövő, akkor az emberek miért nem fordulnak a Bibliához? Miért ezekhez a nem leellenőrizhető dolgokban akarják a saját boldogságukat viszont hallani? Hát az emberi természet hamis és hazug, a hasonló mindig a hasonlót kedveli, akkor talán az igazságokhoz vonzódjék. A, a hazug embert könny, könnyebb megközelíteni a hazugságokkal. És az embereket könnyebb levenni a hazugságokkal a lábukról, tehát ez a Róka is Holló meséje körülbelül a, ezzel lehetne válaszolni a kérdésedre. Sajnos mi emberek, ahogy a Biblia mondja, minden ember hazug, mi emberek jobban hiszünk, a hazugságoknak, vagy legalábbis a féligasságoknak, amelyekről Pascal azt mondja, hogy a legveszedelmesebb hazugságok. És az, az emberi természet egy lépést nem fog megtenni a proféciák irányába. Az az ember fog a proféciák iránt érdeklődni, aki átment a megtérés tapasztalatán, aki megbékélt Istennel, aki hitre jutott, aki nem a természete szerint él, tehát a már a hite szerint élő ember, az elfogadja Istentől, amit mond, a nem hit szerint élő ember gyanakszik erre, nem foglalkozik vele, sőt, lesöpri az asztalról, és azt mondja, hogy hagyjatok békén az ilyen, de engem nem érdekelnek holmi bibliai proféciák. Amikor Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. versében azt olvashatjuk, hogy kérdezzétek meg a jövőt én tőlem. Akkor miért van az, hogy magukat, és most itt hangsúlyozni szeretném, nem az ateista emberekre gondolok, hanem a magukat kereszténynek valló emberekre, miért mondják azt, hogy ugyanezzel nem kell foglalkozni, és egyébként is semmi sem tudható róla elv alapján élik az életüket, a proféciákat nem lehet értelmezni, azok nem, nem rólunk szólnak, azokat hagyni kell. Szóval miért van ez a, ez a fajta gondolkodásmód? amikor meg hát föltártad, hogy mennyire világosságot ad a profécia. De megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy régen nagyon sok ember zsidónak mondta magát, de lelkileg nem volt zsidó, ma is nagyon sok ember kereszténynek mondja magát, de lelkileg nem keresztény. Megint csak megismételni tudom, ha az emberi természetre hallgatunk, akkor az emberi természetünk nem fog érdeklődni a próféciák iránt, hanem az emberi természet magának hisz, vagy egy másik emberi természet okfejtésének hisz csak a megtért ember, csak a hitre jutott ember veszi komolyan a proféciákat. Ezt láthatjuk egyébként még Jézus tanítványainak esetében, és pedig ők megtért emberek voltak, hát keresztelő Jánosnál megtértek, és mégis felültek annak a korabeli propagandának, vagy manipulációnak, most két csúnya idegen szót használtam, tehát szédítésnek és elámításnak, így mondanám magyarul, hogy őket a vallási vezetők meg akarták győzni arról, akik szintén a természetük szerint éltek, nem a hit szerint, hogy ha a messiás eljön, akkor az dicsőséges messiás lesz. Akkor az helyreállítja a zsidó körrendelkezését, füddek le, zsidó államot fog majd létrehozni. A messiás az a hatalom és dicsőség embere lesz. Ezt el alátámasztották bibliai kijelentésekkel is, és mi mivel az emberek nem néztek utána, mindenki abban a hiszemben volt Jézus korában, ö, voltak már előtte is messiás váró ö, mozgalmak, sőt, különböző messiások jelöltek már fel is léptek, mindenki abban a hiszemben volt, hogyha a Bibliában ez így van megírva, hát akkor ha eljön a messiás, ilyen Csak hogy a rabbik, meg a vallási vezetők a messiásra vonatkozó proféciáknak csak egyik részét idézték, azt a részét, amit a messiás második, dicsőséges eljövetelére nézve jövendőlt meg a Szentírás. Mert a Szentírásban tudnunk kell, mind a 39 Ószövetség íratról tudnunk kell, hogy vannak bennük messiási proféciák. Tehát a megváltó személyre vonatkozó messiási proféciák az első és talán leghíresebb az ősevangélium Mózes első könyvének a Genezis 3. fejezet 15. versében, és onnan elkezdődve a, a messiási proféciák sorozata hangzott el Jézusig négyezer éven keresztül. De ezek a messiási proféciák általában összekötötték az első és a második eljövetelt, és egyszerre beszéltek egy szenvedő messiásról, és egyszerre beszéltek egy dicsőséges messiásról. De először a szenvedést kell átélni a messiásnak, hogy bemenjen majd a dicsőségébe. Az első eljövetel a szenvedés eljövetele lesz, a kereszthalász, lesz, és ezt világosan közölte a 22. Zsoltár, a 69. Zsoltár ezer évvel Jézus előtt világosan közölte, Ézsaiás könyvének négy nagy proféciára, a leghíresebb az 52.-53. fejezetben levő profécia 800 évvel Jézus előtt. Világosan közölte Dániel könyve 9. fejezetének proféciája 555 évvel Jézus előtt, de ezeket a rabbik nem állították oda az emberek elé. És nem beszéltek arról, hogy a messiása eljön, akkor a az ember bűnadósságát kell, hogy rendezze, mert bűnadóssággal együtt nincs örök élet, bűnadóssággal együtt nincs a dicsőségbe való bemenetel. De ezt nem hirdették az embereknek. Ezt mint egy elfelejtették, és csak a dicsőséges messiásról szóltak, és mivel az emberek nem néztek utána, tehát kettőn áll a vásár. Egyrészt, hogy vannak, akik csúsztatnak és manipulálni akarnak, és vannak, akik lusták, renyhék, hogy utána nézzenek. Erről jut eszembe az a gondolat, hogy ez azt feltételezi természetesen tisztelet a kivételnek, hogy a proféciák megismerése és kutatása az gondolkozást igényel, nem? mégpedig, hogy mondjam, talán a legfejlettebb gondolkozást, mert ma is Istent nagyon sok ember elfogadja azt mondja, hogy kell, hogy létezzék. Hát még volt el is azt mondta, hogy ha van óra, akkor egy órás azt felhúzta. Tehát kell, hogy legyen órás. Ez a deizmus, hogy valahol a távol van egy Isten. Ma is nagyon sok ember azt hiszi, hogy ezzel ő már Isten hívő, hogy Isten puszta létét elfogadja. Erre mondja a Bibliában Jakab apostól, hogy ezt még az ördögök is hiszik, még többet is csinálnak ennél, mert még rettegik is az Istent. De nagyon sok ember azt gondolja, hogy ha, ha ő méltóztatik elismerni, hogy van Isten, akkor ezzel ő már megtette a magáét. De az igazi gondolkozás Istenről az az, hogy nem az, hogy, hogy van Isten, hanem az, hogy ki az Isten. Mi az Isten? Mire képes az Isten? Meg tudja oldani azokat a problémákat, amiket én nem is látok, és nem is tudok megoldani az életemben? Rávilágít -a arra, amit én emberi szemmel nem látok a társadalomban és a történelemben? Hát ki, ki ez az Isten? Az Isten az Isten előre lát az Isten az előrelátását meg is osztja. Én azt gondolom, hogy aki Istenről elgondolkozik, el kell, hogy jusson a proféciákig, mert abban látja meg az Isten szeretetének a mélységét, hogy az Isten mindent feltár előttünk, ami a mi üdvösségünkre való, és a jövő az mindig egy feltárandó dolog ez viszont gondolkodni hát kell. Hát ehhez gondolkodni kell, mert ez végig kell gondolni dolgokat. Pálapostól is levezete a Római Levél tizedik fejezetében egy ilyen gondolatmenetet, azt mondja, hát mindenki, aki az Isten nevét segítségül hívja, megtartatik. Ez igaz? Na de hogy hívják segítségül, hogyha nem hisznek benne? Na de hogy higgyenek benne, ha nem hallottak felőle? Na de honnan hallanának, hogyha nincs Istennek kinyilatkoztatása, önkinyilatkoztatása, hogyha nem az igéből? Tehát a hit az hallásból van a hallás, pedig Isten igény által. Ez egy négy-öt lépéses végig gondolás. Nagyon sok embernek jó gondolata van, de ez még nem gondolkodás. Nagyon sok embernek jó a gondolkodása, de ez még nem végigondolás. És nagyon sok ember végig is gondol, de a végén nem szembesít, hogy most akkor itt tulajdonképp mire jutottam el? Vagy az Isten mire akart eljutni? Én örökre hálás vagyok német Gébél a professzornak, aki bennünket a Budapesti Egyetemen a 70-es években megtanított gondolkodni, és ő neki volt állandóan a szavajárása, hogy ha reggel fölkelünk, rögtön gondolatok ébrednek bennünk. Nem tudjuk kikerülni. Mert ugye az öntudatlanság állapotából, hogy fölkelünk, rögtön jönnek bizonyos gondolatok, akár ők, akár nem. De ez még nem gondolkodás a gondolkodni azt tud, aki elkezdi a gondolatait sorba állítani. De még ez sem igazi gondolkodás. Az igazi gondolkodás, mindig mondta a professzorunk, és a két kezét így széterszett, a végig gondolás. Amikor elindulok, és akkor lépésről lépésre valamit végig gondolok, mert nem kell nekem belemennem egy dologba, hogy azt tapasztalatilag ellenőrzzem. Előre is elgondolhatom, hogy mi, mire jutok, és ha tudom, hogy rosszra jutok, bele sem megyek abba a dologba. Na de a végig gondolás végén viszont ott van a szembesítés, hogy mások is végig gondolták ezt. Mire jutottak? Én hozzájuk képes, mire jutottam? Most a Biblia egy nagyon magas rendű gondolkodás, de senki ne ijedjen meg, ez nem nehéz gondolkodás, ez tiszta gondolkodás. Hát az jutott eszembe, hogy itt mondtad ezeket a gondolatokat, Pászkálnak a 185. töredéke, amikor azt írja, hogy a minden szelítséggel intéző Istennek az a módszere, hogy a vallást ész okokkal ülteti el az emberbe. Hát, csodálatos gondolat. A kegyelem által a szívben, mondja és észokokkal az elmében, mert mind a kettőre szükség van. A vallás nem csak ész, Így sőt van. azt mondja Pascal, hogy az ész, az kell, hogy nagy szerepet kapjon a mi vallásunkban, mert nem eszetlen a mi vallásunk, vagy nem irracionális, de az ész akkor tudja a határait, hogyha meg tud hajolni a hit előtt mert a hit is tulajdonképpen egy nagyon magas rendű ész, az Isten nálunk magas értelme. Vagy máshol azt mondja, hogy megalázkodás és eszünk használata ebben Ez a az kereszténység. kereszténység. Így, így, van, igen, így. Sok keresztény azt mondja, Minek foglalkozni a proféciákkal, úgyis előre meg van írva, én semmit sem teltek ellene, úgyis teljesül tőlem függetlenül. Akkor meg semmit nem teltek ellene, minek foglalkozzam vele. Költői lesz a kérdésem, elfogadható álláspont ez, hogy én ismerem, tudom, hogy be fog teljesedni, semmit nem teltek ellenére, de ezért ülök a székembe otthon. Hát igen, erre azt tudnám mondani, hogy ami meg kell, hogy legyen, az meg lesz. Csak az a kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Ami meg kell lenni, meg lesz, csak az a kérdés, hogy mi a jó oldalon állva éljük át ezeket az eseményeket, vagy a rossz oldalon állva, az üdvösség oldalán állva, vagy a kárhozat oldalán állva. Azért ez már nem mindegy. Nagyon nem. Tehát az biztos, hogy ami meg lesz, aminek meg kell lennie, meg lesz. De Azért ez nem ö, egy ilyen fatalista kijelentés, hogy most akkor ö, menjünk le Jónással együtt a hajófenékre, mint a Babics elbeszélő költeményébe, és aludjunk, mert mert ö, hát az akkor is meg lesz, ha élve ér, vagy a, a alva ér a dolog, akkor is, ha ébren ér a dolog. Itt, itt nagyon nagy a, a kérdés, hogy hogy én a jó oldalra állok a történelmi menetben, az Isten műve oldalára állok, az örök életet szeretném elnyerni, és Krisztussal találkozni, vagy én a veszendőség oldalára állok, és sátánnak a szolgálatába akarok állni, azért ez nem mindegy. A Azon gondolkodtam már rég óta, hogyha én ismerem a bibliai profeciákat és a profeciák azok gyakorlatilag úgy mennek előre, mint az idő. Én az időt nem tudom megállítani, az fog magától menni. Én magam a személyes egyéni életemben hogyan tudom, hogyan tudok ebbe a profétikus menetrendbe beállni? Hát ö, emlékszem, gyerekek voltunk, és a hittanórán, katolikus hittanórán azt mondta nekünk nagy megdöbbenésünkre a lelkész, hogy egyet még a jó Isten se tud megtenni. Na, fölkaptuk a fejünket, mit nem tud a Jóisten megtenni? Azt mondja, a múltat nem tudja megváltoztatni. És ez kb. 10-12 éves koromtól fogva bennem volt ez a gondolat, egyébként augustinusi gondolat, de én azt gondolom, hogy a Biblia azt válaszolja, hogy Isten megváltoztatta a múltat. Mert hogyha a múltat nem lehet megváltoztatni, akkor a bűneinkre nincs bocsánat. Krisztus áldozata a múltat is megváltoztatta, hiszen megnyitotta elő, előttünk a megbocsátásnak, a megbánásnak, megbocsátásnak az útját. Tehát Isten mindent meg tud tenni, a kegyelem mindenre kihat, elég néked az én kegyelmem, mondta Pálnak Jézus, tehát a kegyelem hatalmas erő és világosság. Ragaszkodjunk a kegyelemhez, ragaszkodjunk Isten Krisztusban adott kegyelméhez, és minden meg fog világosodni, az is, hogy minek majd miért kellett megtörténni, és az is, hogy minket hogyan tud Isten a jó oldalra állítani, mert továbbra is azt mondom, ha mi befogadtuk a világunkba a rosszat, akkor ez kétszer-kettő-négy kérdése, hogy időnek idejével ez a rossz meg, meghozza a férges gyümölcseit. Hat ezer év a Biblia szerint erre elég is volt. Már korábban is meghozhatta volna, de, hogy jelenések könyve 7. fejezete mondja, Isten késleltette ezt, visszafogta a szelek munkáját, már régen vége lenne a világunknak, ha Isten ezt nem tette volna. De Isten előre elmondta, hogy a rossz, miféle következményeket fog érlelni. Ez, ez elháríthatatlan sajnos. Itt mondom, a nagy kérdés az, hogy mi sodródni akarunk az árral a rossz irányába, vagy pedig belekapaszkodunk abba a deszkaszálba, ami azért a hajótörőtnek rendelkezésére áll, és az megment bennünket a vízbefulladástól, és megment bennünket az elveszéstől. Ki lehet ma mondani azt a fájdalmas gondolatot, és örülnék, ha megcáfolnál, és azt mondanád, hogy ebben most én nem jól látok. Hogy a, ezek a csodálatos bibliai proféciák, amiről eddig beszéltünk korunkban, úgy néz ki, hogy némaságra vannak ítélve? Helyes ez a megfogalmazásom? Hát, van ilyen megfogalmazás a Bibliában a jelenések könyve 11. fejezetében, hogy úgy néz ki, mintha két gyászruhába öltözött tanúbizonság halott lenne. Ugye ez jelképe az Ó és Új Szövetségnek, nem csak a proféciákról lehet ezt elmondani, amit említettél, ma úgy néz ki, hogy a Biblia is egy lekezelt, lepocskondiázott, semmibe vett valami. És benne persze a proféciák is. Na de utána egyszer csak életnek lelke adatot beléjük, folytatódik a profécia, és felmentek az égbe felhőkön. Ennek szemtanúi leszünk, szem és fül tanúi leszünk, hogy amikor a történelmi események egyre súlyosabbá válnak korunkban, akkor az emberek kezdik majd fölkapni a fejüket, hogy vajon van-e erre hiteles válasz, van-e erre igazi meg, megvilágítás, és akkor majd a Biblia elő fog kerülni. Most a, a Biblia egy kis sárba tiport könyv. Talán egy német mondás jól fejezi ki: beszelle Róne, Lézer, vagyis hát sikerkönyv olvasók nélkül. Mindenki hivatkozik a Bibliára, de kevesen lapoznak bele, már olyan szándékkal, hogy nem csak olvasgatják, hanem tudakozva. Tehát a, ami kérdéseket tesznek fel, és várják is a bibliai válaszokat. De korunkban, amikor olyan súlyos események küszöbére érkeztünk, a a két tanúbizonyság és benne a proféciák fel fognak menni az égbefelhőkön. Korunkra érti Pálapostól, amikor megírja a második levelét Timóteusnak, és a negyedik fejezetnek a harmadik versében, Harmadik, negyedik verse mondja ki, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket de a mesékhez odafordulnak. Ránk köszöntött ez a korszak, vagy előttünk van még? Én azt hiszem, maradék taurák ránk köszöntött. Többen már a tudósok közül is azt mondják, hogy egy új középkor küszöbéhez érkeztünk. A mai emberiség ugyanolyan babonás, ugyanúgy a mesékben hisz, Ugyanúgy légvárakat akar építeni, inkább hisznek a hazugságnak, mint higgyenek a, az igazságnak. Sajnos beteljesedett rajtunk és a történelmünkön a profécia, hogy az egyre okosabbá váló emberiség lelkileg egyre oktalanabb lett kétségkívül a műszaki ismeretek fejlődnek, a technikai tudás fejlődik, a mai gyerekek sokkal többet tudnak felfogni, mint ahogy mi gyerekkorunkban, tehát még 50-60 év alatt is ezt lehet ellenőrizni, de azt már nem mondhatjuk, hogy többet bírnak, hogy mélyebben megértenek valamit, hogy állhatatosabbak lennének, tehát nem csak tudás és szellemi ismeret létezik, a lelki intelligencia mozgatja mindig az igazi tudást, és a lelki intelligenciának hatalmas alásülyedése korában élünk. Igazságtalanok az emberek, részrehajlók, személyválogatók, csak az érdekeiket látják, csak a vágyaik kielégítésével foglalkoznak, nincs együttérzés, nincs igazságosság. Így mondja Hósás könyvében egyik pilátkróf a negyedik fejezet első versében, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs igazság és nincs Istennek ismerete a Földön. Mindenki panaszkodik, hogy milyen igazságtalan az élet, mindenki panaszkodik, hogy nem kap szeretetet. Nos, ez miért van? Azért, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Igen, ezek nagyon fájdalmas. Gondolatok, amikor a Biblia azt mondja, hogy, és természetesen majd ebben a beszélgető műsorban erre is ki fogunk térni, hisz a Bibliának a, az egészét, a szívét, a lelkét adja ki Jézus második eljövetelének az ígérete, de en, ebben az időszakban, amikor ezt leginkább kellene várnunk, akkor tényleg az van, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Térjünk rá példákkal, bibliai példákkal Jézus és tanítványai életére, azokra a gondolatokra, a dolgokra, amelyeket az evangéliumok elénk tárnak. Azért is fontos, amikorunkban úgy gondolom, hogy ezekről együtt gondolkodjunk, mert sokszor belekapaszkodom Pálapostolnak abba a gondolatába, hogy minden, ami tanulságunkra iratott le, és ezért, hogy említetted, az Ószövetségben kb. 200-300 jövendőlés van Jézus első eljövetelére vonatkozóan, és hogyha olvassuk az Új Szövetséget, akkor majdnem ennyi van Jézus második eljövetelére vonatkozóan is. Ha Ilyen bizonyosságuk volt a tanítványoknak. Mert Pászkál gondolata jutott megint az eszembe. Pászkál azt mondta, hogy Istennek a messiási proféciákra volt a legnagyobb gondja, mert ezek beteljesülése mutatta azt, hogy a Biblia az tőle származik. Ott vannak a tanítványok. A saját népük, a saját könyvük, a saját profétájuk, és ezekről évszázadokig erről hallanak, tanítják őket. Jézusban mindegyik teljesedik, ezt láthatják. Akkor miért volt az, hogy mégsem tudtak hinni? Ez számomra annyira felfoghatatlan. És majd Innen szeretnék rátérni a mikorunkra? Hát a tanítványok hitetlenségének több oka is volt. Egyrészt, ahogy már említettem is ennek a műsornak az első részében, a vallási vezetők óriási tekintét jelentettek a szemükben. És a vallási vezetők nem tárták a népeli, az egyszerű népeli nem tárták oda, hogy ha a messiás eljön, neki először szenvednie kell az emberiség megváltásáért, majd a második eljövete lesz a dicsőséges eljövetel. A proféciák egyszerre szóltak a két eljövetelről, mint amikor messziről megyek valami felé, és egy fának látom azt a fát, amit közelről már két fának látok. És nem domborították ki ezt az igazságot, amit említettem, hogy a messiása eljön, Először szenvednie kell, hogy helyreállítsa a törvénynek az érvényét, a szeretett törvény érvényét, és meg kell halni az ember bűne helyetteseként. Hanem rögtön a dicsőséges messiásról beszéltek, és ehhez különböző politikai váradalmakat kapcsoltak. És itt ennél az első pontnál hadd jegyezzem meg, hogy figyeljük meg a mai életben is az emberek, ha politikáról van szó, váradalmakról van szó, hogy majd jobb lesz, lesz jobb jövő, ezt ígérik, az, az emberek erre mindig kaphatók, hiába, hogy négy év után, vagy nyolc év után ö, ugyanezt a lemezt teszik. Vagy az emberek mindig, az emberek... De makacsul illúzionisták, ábránt hogy makacsul hinni akarnak mindig valami emberinek a győzelmében. Ez átvezet a másikokhoz, hogy azért is volt ez a hitetlenség, mert maga az emberi természet sem akarja ezt befogadni. Az emberi természet nem akar erkölcsösen gondolkozni. Az emberi természet úgy gondolkozik, hogy nekem minden szabad, azt csináljuk, amit akarjak, engem semmi, senki ne vonjon felelősségre, és én az életem úgy élem, ahogy akarom élni. Hogyha valaki az embert a törvényen, az élet törvényeivel szembesíti, az ember hajlamos ezt félre söpörni, és ez is... Ez is oka volt annak, hogy amikor Jézus beszélt az ő eljövendő haláláról, odállt elé az egyik fő-fő apostól, aki nagyon szerette Jézus, és azt mondta, hogy mentsen Uram téged, veled. Hát ilyen nem történhet veled, hogy téged megöljenek, elítéljenek, megöljenek. Igaz, hogy Jézus azt is mondta, hogy harmadnapra feltámad, de ezt mint hogyha elengedték volna a fülük mellett, hiszen amikor harmadnapra feltámad, a feltámadás hajnalán sem hittek Mária Magdo Magdolnának, és ö, úgy gondolták, hogy légből kapott beszéd, Mit mond. Tehát a tanítványokat egyrészt a papi vezetőség, az egyházi vezetőség félrevezette, tehát nagyon veszélyes a tekintélyelvűség, mert a Biblia tanítja a tekintély tiszteletet, hogy tiszteld atyádat és anyádat az ötödik parancsolatban, tehát az igaz, hogy az idősekre oda kell figyelni, a politikai vallási vezetőknek mindig meg kell adni a tiszteletet, akár diktátorok, akár demokraták, de az már nem igaz, hogy mindig igazuk lenne az idősebbeknek, meg a, meg a vezetőknek. Azt mindig meg kell nézni az Isten szava mérlegén, hogy, hogy ki hogyan áll az igazsággal kapcsolatban. És ha, amikor az emberi természet is bekapcsolt, akkor már teljes lett a káosz. Tehát ezek a tanítványok a fülük mellett úgy elengedték Jézusnak ezeket a kijelentéseit. Megjegyzem egyébként, hogy Jézus a jövendő haláláról először nem a tanítványainak beszélt, hanem először Nikodémusnak beszélt a híres éjszakai beszélgetésében, fellépése utáni első hónapokban, amikor Jeruzsálemben ugye az Olajfák hegyén, ének idején Nikodémus fölkereste őt. Neki beszélt először arról, hogy amiképp fölemelte Mózes az érzkigyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Tehát beszélt a Golgotai keresztjéről. Később kezdett beszélni a tanítványainak, a leghevesebb ellenkezéssel találkozott, Ímen Péter részéről is. És utána pedig többször is megemlítette aztán a tanítványainak, de a tanítványok megrendülve, hallgatva nem tudták hova tenni. Tehát mi volt a tanítványok hibája? Én azt gondolom, ma is osztozik a mai kereszténység ebben a hibában: a tekintélyelvűség, tehát hogy hallgattak a vezetők profécia magyarázataira, torz profécia magyarázataira, az emberi természetnek való engedés, mert önmagukra hallgattak, és nem az Isten szavára, és ebből már összejött az, hogy nem is kutatták a proféciákat, személyesen csak a félkezemen megszámolható néhány ember kutatta, például Simeon, aki már Krisztus születésekor megmondta Máriának, hogy a szívedet éles tör fogja átjárni, hogy a fiad meg fog halni, tehát világosan tudomására hozta, bár, bár nem szókimondóan, hanem egy kicsit sejtelmesen, vagy, vagy rejtett nyelvezettel, hogy a szívedet éles törjárja át, de akik majd megértik a fiad áldozatát, azok majd sokak elesésére és feltámadására lesz Izraelben, és sokan átadják az életüket neki, és sokan új, új életre fognak eljutni. Egy-két ilyen profécia magyarázó volt, de az emberek többsége a proféciákat nem kutatta. Ezért nagy Jézus kijelentése a Lukács evangélium a végén, hogy még az emószi tanítványoknak is azt kellett mondani, hogy balgatagok, tehát bolondok és reszívűek, tehát lusták, mindazok elhívésére, amelyeket én felőlem a proféták szóltak. Ezért ez nem közönséges bírálat kritika volt a Jézus részről. Ezt nem sokszor mondott ilyet Jézus. Legfeljebb a vallási vezetőkre a jaj mondásaiban, Máté 23. fejezete szerint. Ahogy említetted, az Ószövetségben nagyon, de nagyon sok jövendőlés volt előre mutatólag Jézus Krisztusra. A kérdésem a következő lenne, és erre most légy olj, kedves, csak igennel és nemmel válaszolj. Amikor a tanítványok felléptek, és a nép is ott volt, Jézus korában már, nagy volt a világosságuk? Hát keresztelő Jánostól azért egy másfajta vallásosságot ismertek meg, de hát keresztelő János sok mindenről még nem taníthatott, például a Szentlélekről is, azt se tudjuk, hogy van Szentélek, de nagyvilágosságban Ahhoz képest a sötétséghez képest, amit összehoztak a farizeusok, sadúceusok, herodespártiak, ahhoz képest keresztelős nagyvilágosságot adott, de proféciákról még keresztelő Jánosnak se volt, bár ő útkészítője volt Jézusnak, de amikor bebörtönözték, még ő is azért két tanítványt menesztett Jézushoz, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Ezt azért kérdeztem tőled, mert ha az oszvetségben ilyen nagyon-nagyon sok jövendőlés volt az első eljövetelre. sokszor említett, hogy legalább 200, vagy még azon felül is van a második eljövetel. 200 az első, a 400, vagy 400 a százak, az Igen. még több. Tehát akkor a kérdésem tulajdonképpen valószínűleg helyén való is. Ha összehasonlítjuk Jézus korát, és összehasonlítjuk a mikorunkat, a jóisten kinek adott nagyobb világosságot a proféciák tekintetében? Nyilván a mikorunknak nagyobb a világossága. Tehát ezt ki lehet mondani, hogy ezt mi nagyobb. a nagyobb az, az árulása is, de nagyobb az árulása is, mert most ugyanúgy nem foglalkoznak ezzel, mint Jézus idejében, hogy Jézus idejében sem várták Jézust, és keresztelő Jánosnak kellett eljönnie, hogy utat készítsen, mert hogyha nem jön keresztelő János, Jézust menten megölik. Hát ne felejtsük el, hogy Jézust az első évtől fogva hatszor hétszer akarták megölni még végül a Golgotán megölték. Tehát ha nincs keresztelő János, akkor nincs Jézusnak a sikeres fellépése és szolgálata. És a mikorunkban is így van, hogy a mikorunkban is Isten elindított egy keresztelő Jánosi mozgalmat a 19. században, egy felkészítő mozgalom, ugye a Miller mozgalomból indult ki ez, profétikus erőrejelzése a jelenések könyve harmadik fejezetének a Philadelphia üzenete, és a tizedik fejezetében a híres látomása, hogy Jézus a könyvtekercset átadja János apostolnak, hogy azt egye meg. Tehát elindult egy a Jézus második eljövetelére vonatkozó, és egy profétai mozgalom, de részben ez a mozgalom nem úgy teljesíti a küldetését, mint Keresztlen János mozgalma. Részben a világ is már sokkal sötétebb lett, mint abban az időben. Úgyhogy most drámai helyzetben vagyunk, mert a kérdésed áll, és a válasz meg csak tétovázó válasz lehet, hogy sokkal nagyobb ma a sötétség Jézus második eljövetelőt, amikor sokkal nagyobb világossággal rendelkezünk mint Jézus első eljövetelekor, amikor kisebb világossággal rendelkeztek. De természetesen vannak jövendőlések arról, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most sötétség van, és van felszólítás, hogy kell fel, és árasz ki a világosságodat, mert eljött a te világításod ideje, tehát az tíz szűz közül legalább az öt bölcs szűznek meg kell gyújtani a lámpását, és meg is fogják gyújtani, és erről is vannak jövendőlések, és Jézus külön kérlelte a mikorunk hívő emberét, hogy vigyázzatok, hogy ellene nehezedjék a ti szívetek részegségnek, dobzódásnak és az élet gondjainak, miatt, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap, mert még a vezetők is azt mondják, hogy halogatja az én uram a visszajövetelét és ütlegelni kezdik a szolgatársaikat, miközben részegesekkel esznek és isznak. Tehát Jézus nagyon sokrétűen világította meg a mi történelmi korunkat. Szoktam azt mondani különböző protestáns közösségekben, hogy mindenki ismeri Jézus nevezetes kijelentését, hogy velünk marad minden nap a világ végezetéig ezt Jézus nagyon komolyan veszi, minden nap ellát bennünket profétikus ismerettel, de most már az elmúlt években annyira felgyorsult a történelem, hogy szinte minden évben, minden fél évben már szemlét tarthatunk az újonnan beteljesedett bibliai proféciák fölött. Kezemben tartom azt a könyvedet, amit ha jól emlékszem, 2003-2004-ben 2004 ben mutatott, 2004-ben írtál meg, Bibliai Proféciák Korunkról címmel. És ebben a könyvedben egy külön fejezetet szentelsz annak, amit szó szerint szeretnék olvasni, akik a proféciában való hitnek köszönhették életüket Jeruzsálem pusztulásakor. Ha megnézzük Máté Evangélium a 24. fejezetét, Jézus apokaliptikus beszédét, ez egy kettős profécia. Tán csak néhány rövid mondatban elmondanád, hogy mit is értünk kettős profécia alatt? Kettős profécia annyit jelent, hogy a maga korában is beteljesedik az a jövendőlés, de jóval később Jézus második eljövetelőtt nagyban is bekövetkezik. Ami régen kicsiben, Bekövetkezett, az a történ végén nagyban az egész világra kiterjedően be fog következni. Ilyen kettős proféciával tele vannak a főleg a kis proféták, de a nagy prófétaíratok is és a Máté Evangélium a 24. fejezete egyszerre szól a Jeruzsálem 66-70 közötti ostromának előzményeiről és következményeiről, tehát azért mondta Jézus, hogy ez a nemzedék el nem múlik, amíg ezekben nem teljesednek, de e e erről is beszél, és arról is, tehát egy ilyen közel és távolra mutató névmás használ Jézus, mert arról a végső nagy pusztulásról, amely az egész történelmünkre kiható válság lesz, arról is beszélve, és összeköti a két eseményt, Jeruzsálem pusztulását, és a világ történelem ma látható drámai válság helyzetének Nem Megmondom, hogy miért kérdezem ezt. Mert ha ez egy kettős profécia, akkor itt a korunkra vonatkozónak az erkölcsi kérdését is meg kell értenünk. Máté 24.15-öt szeretném felolvasni. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg akkor akik Judában lesznek, fussanak a hegyekre, és sorolja Jézus. Miért olvastam ezt Jézus? Amikor elmondja Máté 24-et, akkor azt mondja a 26. fejezet második verse, hogy kettő nappal vagyunk a kereszt áldozata előtt. Tudjuk azt, hogy időszámításunk szerint 70-ben említetted is, Józefus Flavius, amikor megírja a Zsidó háború című könyvét, akkor 66 és 70 70 közé teszi ezt a háborút, hogy 70-ben lerombolják Jeruzsálemet. És akik jó néhány évtizeddel később, mikor Jézus elmondja ezt a Mátét 24-et, tehát már elmondja ezt, hogy mikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, és akik visszagondoltak Jézus beszédére, azoknak ez az életüket mentette meg. A mikorunkban ugyan ez a törvényszerűség fennáll, hogy visszagondolunk Jézus beszédére, és ez az életünket mentheti majd meg? Ez teljes egészében így van, mert hogyan mentették meg az életüket, akkor ez nem, nem érdektelen ezt egy kicsit kibogozni. Amikor Jeruzsálemet először körbevették a rómaiak, akkor egy Cestius nevű hadvezér vezette a csapatokat, Később jött Veszpáziánus, a későbbi császár, egyelőre itt még hadvezér, és utána Titus. És végül Titus vette be Jeruzsálemet, és ő, az ő csapatai rendeztek egy borzalmas öldöklést a városban. De Jézus azt mondta, hogy amikor már meglátjátok, hogy a várost körbeveszik, már akkor figyeljetek, hogy mikor lesz lehetőség a menekülésre. A menekülés a, a, három hadvezér által szervezett ostrom idén csak az elsőnél volt. A másodiknál már nem, harmadiknál sem. Cessius egy rövid időre elhagyta, a, felszámolta az ostromgyűrűt, vissza kellett Itáliába menni a csapataival. Ha akkor nem hagyják el a keresztények a várost, amiről Józsefus Slavius is úgy emlékezik meg a zsidó háborúban, hogy sok tekintélyes ember akkor elhagyta ugye a fővárost, akkor a keresztények is ott égtek volna Jeruzsálemben, akkor a keresztények vérét is kioltották volna Jeruzsálemben. Ők szó szerint Jézus proféciának szó szerinti hite által menekültek meg mert Jézus nem azt mondta, hogy halogassátok a menekülést, majd eljön az idő, amikor már meglátjátok, hogy ostromzárat zárat fonnak, Azt a pusztító utáltasságot. A pusztító, ami az. hát Róma jel, ugye Rómának több jelképe van a Bibliában, ugye a Dániel könyve 9. fejezetétől a pusztító utálást, azért mondta Jézus, akiről Dániel próféta szólt, aki olvassa, értse meg, tehát ez egyszerű megérteni, egyszerűen azonosítani kell, és hát római csapatok vették körül Jeruzsálemet, nem kínai, nem hindu és nem mezopotámi egy csapatok, ez is egyszerű azonosítás, és ha a keresztények nem várták volna az alkalmat, hogy mikor meneküljenek, és nem lettek volna éberek, és az első adandó alkalommal nem hagyják ott a várost, hanem mondjuk úgy gondolkoznak, hogy jaj, ráérünk még majd, 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 akkor mindannyian ott pusztultak volna. Ma is ugyanez lesz a helyzet. Amikor a proféciák sokasságából lehet már azonosítani, hogy mi itt a helyzet, ki vonul itt fel, Isten műve körül, és azok körül, akik ezt képviselik, és mikor kell meg, megtalálni azt az időt és helyet, amikor és ahova ki kell futni, akkor a mai élő keresztények sem élnék túl azt, amit a Bibi erőre megjövendő, hogy azért élnek túl, mert engedelmeskednek a profétikus üzenetnek. Tehát ma is a proféciák lesznek a menekülésnek a a vezérfonalai. Ennek alapján lehet majd menekülni, hiszen a proféciák ismerete nélkül egy óriási káoszt látnánk csak a világban. Senki nem tudná, hogy ki hova tartozik, senki nem tudná azonosítani a feleket, hiszen sátán egy olyan óriási összevisszaságot hoz létre, hiszen azt olvassuk jelenések könyve 12. fejezetében, hogy el akarja hitetni, ha lehet a választottak, és sőt, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát egy nem közönséges manipuláció, csalás, ámítás lesz, hiszen Krisztus nevében hirdet meg majd valami olyasmit, ami nem Krisztustól való és aki nem jár utána a dolognak, csak arra tekint, hogy ha Krisztus nevét hallja, akkor úgy gondolja, hogy az már biztos igaz, ha valaki Krisztusra hivatkozik, az el fog veszni. Pedig a nagy evangélium hirdetés is kibontakozik, a Biblia eljut minden emberhez, nem, nem mondhatja senki ember azt, hogy, hogy én, én nem ismerhettem meg, Ön hibáján kívül senki nem fog elveszni. A Máté 24.15-öt idézted előtte, ott van a 14. vers, a nagy evangélium hirdetés, az összes bibliai profécia közül, ha egyet kellene választani, amely a legörömtelibb, akkor én ezt mondanám. Olvassuk hogy azok fel, hogy kedves hallgatók is tudják, miről van szó és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Ez egy csodálatos profét, hogy minden földlakóhoz, mind a több mint 7 milliárd emberhez Isten el fogja juttatni a tiszta, igaz evangéliumot, nem a meséket, amitől viszket a fülük, hanem azt az evangéliumot, ami rámutat az emberi természet elesettségére, rámutat a kegyelem erejére, rámutat a felemelkedés lehetőségére, rámutat a Krisztus követésnek a fontosságára, rámutat arra, hogy Krisztus hogyan akarja megmenteni most azokat az embereket, akik valóban élni akarnak, és az örök életre is eljutni. Tehát az Isten országának ez az evangélium, az igazi evangélium, a Bibliában levő evangélium, ez bizonyság lesz majd, tehát nem akármilyen tévé előadások, vagy nem tudom én milyen ismeretterjesztő előadások. Erről a Szentélek fog gondoskodni, hogy olyan üzenetvivők legyenek, és olyan a lélek kiárasztása kíséri ezt a hatalmas mozgalmat, hogy minden egyes ember tudjon valódi választást tenni jó és rossz között, Krisztus útja és Sátán útja között, az Isten útja és az emberek útja között. Ehhez viszont egy nagyon fontos gyakorlati magatartás kell, és gyakorlati gondolkozás, amit én nagyon sokszor szoktam természetesen önmagamnak is elmondani, Máté Evangélium a negyedik fejezetének negyedik verse, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígyével. Tehát ez az a kor, ha nem akarunk úgy járni, hogyha most, most egy párhuzamot vonunk, Jeruzsálem pusztulás és a mikorunk között, ha nem akarunk úgy járni, mint az az egymillió ember, meg körülbelül egymillió ember halt meg ott Jeruzsálem pusztulásakor, mert nem figyeltek Jézus szavára, Jézus beszédére, és ugye kérdeztem tőled, hogy ez a párhuzama mikorunkra értendő-e, hogy ma is, ma is mennyire fontos figyelnünk a proféciákra, hogy az életünket mense majd meg, akkor gyakorlatilag ennek ez a, ez a magatartás, ez a gondolkodás alapja, hogy minden nap, minden nap élünk az igével. Talán kicsit eltúlzott szám ez az egymillió, de az biztos, hogy Sokan. szinte mindenki, aki ott volt, elveszett, és anyák, gyerekek, és rettenetes vérfürdő volt, ez Józsefus Slávius könyve az egyik legnehezebben olvasható történetírói forrásmunka, de az biztos, hogy a bölcs bére a beliek álláspontjára kell, hogy eljussunk. Volt egy gyülekezet a cselekedetek 10. fejezete szerint, ami meghallgatta Pálapostolt, de miután Pálapostól elment, elővették az írásokat, akkor még nem volt ilyen szép biblia, ami most mindenki kezébe kerülhet, hanem a tekercseket, és naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Ma is ez a helyes magatartás. Valóban, ahogy említetted, nem csak kenyér él az ember. Hogy minden nap leszeljük a egy-két karé kenyeret, jó ízzel, megunhatatlanul megesszük, elfogyasztjuk. Azt gondolom, hogy lelki értelemben is, mint a szarvasa folyóvizekre úgy kell vágyakoznunk, Isten életadó tápláléka és egy a vize után is, mert enélkül nem élhetünk. De csak úgy lehetséges, hogy tényleg naponként tudakozva kérdéseket teszünk fel, és nem tekintélyekre hallgatunk. Ugye említettük, hogy a tanítványok azért is mentek félre, mert a tekintély eltakart eltakarta előttük Jézus lényét. És inkább a rabbiknak hittek, és csodálkozva látták, hogy hogy nem fogadják el Jézust. Meg Jézus mi, miért nem ő belőlük választ tanítványi csapatot? Miért halászokból, miért egyszerű emberekből? Mert nekünk is erre van szükségünk, hogy lássuk, hogy itt csak Isten szavának tekintéje, az igazi tekintély. Nem a földi tekintélyek fognak megmenteni bennünket. Tehát Péter apostol szavával élve, akkor nagyon jól tesszük, hogyha figyelmezünk a proféciákra, figyelmezünk a Jóisten gondolataira. Néhány másodperc van hátra. Milyen áldással jár ez a ma embere számára? Az ő parancsolata az örök élet. Nagy a tét, vagy elveszés, vagy örök élet kedves hallgatók, legyen ez a befejező mondat. Köszönöm szépen Reisinger Jánosnak, hogy itt volt, és a következő adásban folytatjuk tovább. Viszont hallásra.